A Bulgárföldön kezdődött el az MVK és a Városvezetés közös fórum sorozata. A menetrendet hamarosan átalakítják. Cél, hogy az minél inkább a miskolciak igényeihez igazodjon. Összesen 6 városrészben kérik ki a lakosság véleményét a tömegközlekedéssel kapcsolatban. A Bulgárföldön a legtöbb kérés a 101-B és a 29-es és a 6-os járatokat érintette. Összességében milyen követési és eljutási lehetőség lesz a Morális Park és Felsőmeláti, illetve a város között? A Bulgárföldön élők tehették fel elsőként kérdéseiket, és javaslatokat is megfogalmazhattak a Velünk a Város frakció és az MVK közös fórumán. Érdeklődtem azzal kapcsolatban, hogy Miskolcon bevezetése kerül-e a időalapú vonaljegyrendszer, ami azt jelenti, hogy az érvényesítéstől számítva adott ideig 20-40 perc egy óráig érvényes, nem az adott útra. A közeljövőben változik Miskolcon a menetrend, ehhez pedig a lakosság javaslatait is várják. Egy szakértőkből álló munkacsoport is alakult, hogy egy hatékonyabb és kényelmesebb közösségi közlekedést dolgozzanak ki, a miskolciak igényeire támaszkodva. Most nem problémákat szeretnénk megoldani, hanem azt szeretnénk, ha egy olyan közösségi közlekedés alakulna ki itt Miskolcon, illetve hát ezekben a városrészekben most itt elsősorban, amely a lakosok szolgálatára áll és a lakosok igényei alapján épül fel. A bulgárföldiek a fórumon javaslatokat fogalmaztak meg, a többi közt a 29-es busz megállóhelyeit illetően. A 101-B és 21 járattal kapcsolatban pedig azt kérték, hogy ne csak az 5-ös busszal, hanem a 15-ös jelzésű járattal is hangolják össze. A fórum sorozata jövő héten folytatódik, a többi közt Diósgyőrben, az Avason, a belvárosban és a Martinkertvárosban is kikérik majd a lakosság véleményét a menetrenddel kapcsolatban.